ellas. Bien, y bien, Eckler. Uraim, akcióba lépünk. Jelentős offenzívát akar elindítani az ellenség. A hírszerzői jelentések szerint ez fogja eldönteni a háború kimenetelét. Callahan hadnagy majd tájékoztatja önöket a részletekről. Folytassák. Emberek. 24 óra múlva, február 23-án, egy titkos katonai tanácsra a legfelsőbb vietnámi katonai vezetők gyűlnek össze. A helyszín Dong Hoi, Észak-Vietnám. Az ellenség legmagasabb szintű vezetői lesznek ott. És persze mi is. Tudomásom van róla, hogy maguk mind ismerik a területet. Ezen kívül a helyszínt, és a legfontosabbat az élő célpontokat. Különösen azt szeretném hangsúlyozni, hogy a célpontok fizikai megsemmisítése óriási pontosságot igényel, és nem maradhat túlélő. Ennek az akciónak a fedő neve Vörös Apály. A támadás lefolyását nem tudjuk előre kiszámítani. Ez az elgondolás lehet, hogy beválik, lehet, hogy nem. De ha igen, akkor is lesznek maguk közül, akik nem térnek visszaélve. Remélem megértettek. Vigyázz! Minden jót, katonák! Lelépni! Végső megtorlás. Befejeződött, uram. Tökéletes időzítés, fiú. Lelépni! Szóval, Douglas, mit csinál egy magadfajta úri fiú a seregben? Az apám. Mindig bizonyítanom kellett valamit az apámnak. Mindenki azt hiszi, hogy ha a fiából felnőtt férfit akar faragni, akkor legjobb helye erre a katonaság. Hát ti ketten mostanság olyanok vagytok, mint két vénasszony. Gyerünk, húzzunk bele! Én kilépek. Ez az utolsó akcióm. Tényleg nem akarok tovább katonáskodni. Folytatni akarom a tanulást. Valami többre vágyom az életben. Veled mi lesz, David? Mihez fogsz kezdeni, ha lesz ez? Megmondom neked, mihez fog kezdeni. Itt fogja leélni az életét. Oda van ezért a szarért. Sokat változott a régi szép bunyós napok óta azon a rossz környéken.
Emlékszel Ratsóra, David? Apám, ő elkapta a seggedet. Figyeljetek, tettük. Azt akarom, hogy te és az embereid villámgyorsan eltűnjetek innen, mielőtt ideges leszek. David, nem esett bajod? Nincs semmi bajom. Vége van. Elmentek. Jó, hogy itt vagy. Kösz, Charlie. Semmi az egész. Azt hiszem, a te öreged jó párszor megmentette az öregem életét a háborúban. De most nincs háború, haver. Még nem esett meg, hogy valaha is legyőztelek volna. Elkalapáltalak, ha? Ma nem vagy jó formában. Pedig szerintem te jobban csinálod, mint én. Igen, haver, tudom, de nem akartam kockáztatni. Tudom, mennyit jelentenek neked a trófeák és az ösztöndíj. Apám, ezzel $1000 és bajnoki címet is nyerhettél volna. Többet érsz nekem, mint az összes megnyert trófeám. A barátom vagy. Igen, azok a régi szép napok. Most nem engedhetem meg, hogy legyőzzenek. Ez igazi háború. Mylin? Valami baj van? Miért vagy ilyen korán ébren? Csak nem ijedtél meg valamitől, kislányom. Apám, nagyon félek. Hallom, ahogy lövöldöznek. Kiabálnak az emberek. De mi nagyon messze vagyunk a várostól. Errefelé nem lövöldöznek, nem bombáznak. Itt béke van, Mylin. De még álmomban is hallom őket. Aha, akkor ez teljesen más dolog. Az egészet csak álmodtad, kislányom. Az álomban semmi sem olyan, mint a valóságban. De annyira félek, apám. Én megértem. Szeretnél inkább itt maradni velem? Mikor fog visszajönni az anyukám? Az anyukád nagyon messzire utazott. Légy türelemmel. De most próbálj aludni. Két óránk van. Gyerünk!
Két perc múlva benn lesznek a konferenciateremben a másodikon. Adunk nekik néhány percet, és azután bemegyünk. Oké, fiúk, egyeztessétek az óráitokat. Nekem ez nem tetszik. Valami bűzlik itt. Igen, én is úgy érzem. Lehet, hogy csak ennyi katona van itt. Már nyüzsögniuk kellene a sárgáknak. Lehet, hogy várnak ránk. Ne kezdjük el az akciót, hadnagy! Tartsd a mocskos pofád! Nyugi, Charlie! Mi van, ha ez része a tervnek? Hogy ne keltsenek feltűnést? És mi beugrottunk nekik? Csak egy módon derülhet ki. Be kell mennünk. Douglas, beszélj ezekkel az emberekkel. Kérdezd meg, mi lett a gyűléssel. Hobson Q. Hobson Q. Rossz hír. Azt mondják, hogy a konferenciát holnapra halasztották. A francba. Ez most szépen betett nekünk. Mi a következő lépés, hadnagy? Magunkkal visszük őket. Holnap újra visszajövünk. Ez lehetetlen. Őrültség. Fogd be, Mor! Ne mondja még egyszer. Tedd, amit mondok. Nincs időnk. Thank you.
üvöltést hallottam. Nem lőhetsz le csak úgy embereket! Fontosabb dolgunk van! Biztonsági terület! Maradj itt a szobában, nem sokára visszajövök. Apám, én félek. Nem lesz semmi baj, majd én megvédelek. Az anyád bátorasszony, ő sohasem sír. Édesanyád büszke lesz rád. Ne felejtsd, ki ne menj. Indulás. Megsebesültél? Semmi baj, csak a húst érte. Amerikaiak, gyertek elő! Adjátok fel! Nem lesz bántódásotok! Szemét! Hívjatok erősítést! Igenis! Nem lesz! Füstgránátot! Teledom! Jönzi! Apám! Vissza! Gyerünk vissza! A francba! Teljesen körülvettek a sárgák! Mozgás, gyerünk! A francesz sem bele! Kantala lányt! Ő lesz a menetjegyünk kifelé! Apám! Apám! Kosvár! Fogd baszát! Apám! Ülj le! Tartsd a szád! Charlie, hagyd békén a lányt! Amerikaiak, gyertek elő! A helyzetetek reménytelen! Teljesen körül vagytok véve! Innen nem menekültök! Apám! Apám! Mylin! A közeledben vagyok! Ne félj semmitől! Hadnagy! A kislány a parancsnok gyereke! Jaj, apuka! Charlie, fogd a lányt! Ő a menetjegyünk kifelé! Apám! Nem csak nálunk van a lányod! Apám! Engedj elmenni, vagy lelőjük! Apám! Ne kérlek! Ne bántsd a lányomat! Apám! Akkor tedd, amit mondok! Félj a kiárattól! Tartsátok a távolságot, és adjátok nekünk valami járművet! És semmi trükk, apám! Vagy nem látod élvelni sem a lányod! Együttműködök! De csak akkor, ha nem esik bántódásra! Nem félek tőled, te idióta! Meg ne próbálj! Kimegyünk! Vigyelmeztetlek, meg ne próbálj valami! Hozgás, mindenki kifelé! Apám! Ha bármi történik vele, nagyon megkeserülitek! Hova be! Apám! Kosmár! Eldobni a fegyvereket, rohadt sárgaképi majmok! Azt mondtam eldobni! Azt mondtam, fegyvereket eldobni! Apám! Csend legyen! Apám! Ezért meghaltok! Apám! Kus legyen! Eldobni a fegyvereket, szarosok!
Vagy mi lesz már? Kis csaj? Dobjátok el a puskát! Eldobni! Azonnal dobjátok el! Ne lőjetek! Dobjátok el a fegyvert! Mindenkit kinyírok! Minden szemét sárgát kinyírok! Megtögöltök! Kinyírom! Apám! Utána! Vempu! Mondd meg az embereinek, hogy takarodjanak az utunkból, vagy kinyírom a lányot! Hallgassatok rá, vagy én nyírom ki a lányod! Kicsinálom, megértetted? Hátrép! Hátrép! Tazsák! Apám! Hátrép! Mozgás! Hátrép! Gyerünk! Beszállni! Igyekezzetek! Szálljatok be! Tűnjünk a francba, Douglas! A francba! Indíts már! Apám! 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 Vempu! Megdöglik a lányod! Hívd vissza az embereidet! Tegyétek, amit mond! Csend legyen! Douglas, tűnjünk innen a francba, gyorsan! Gázd neki! Elfogni őket! Utáruk! A francba. Lejdáj! Lejdáj! Kapni őket!
öcsöke meg a lányomat! Utoljára kérdezem. Ki ölte meg a lányomat? Őrmester! 5 évvel később Tájföldön. Csak nem látogatót vártunk. Nem, én nem tudok róla. Oké, ébreszt fel Polt, és szedd össze a cuccokat. Ne izgulj. Ébredj! Ébredj fel, Paul! Charlie! Ki más? Te személy stvici, Charlie! Mi van veled, öreg? Jó hét, de jól nézel ki. Haver, te meg hol voltál? Azt hittük, meghaltál. Ó, apám, a magamfajta balfaszok nem halnak meg. Az ilyenek örökké élnek, tudod? De hát, mi történt? Elkaptak. De ez már történelem. Iszonyú lehetett. De rohadt jól nézel ki. Hát te is. Ahogy elnézlek, biztos minden szabad percedben súlyzókkal gyűlsz. Ahogy mondod, haver. Hé, ki ez az ifjú ismeretlen? Két. Szeretném bemutatni Charlie-t. Szia. Charlie? De te... De hát hogy? Szerintem... Látom, történeteket találtál ki rólam. Elnézést. David azt mondta, meghaltál, amiket beszélek. De olyan... Büszke rád, Charlie! Hát, magatokra hagylak benneteket. Tudom, hogy rengeteg megbeszélni valótok van. Jó lenne, ha egy kicsit megismerkednétek egymással, srácok. Okay. Hozok nektek inni, oké? Okay? Nekem csak scotchot. Szia, Tigris! Szia! Ülj le! Szóval, hogy is hívnak? Paulnak hívnak. Paul. Te is katona akarsz lenni, mint az öreged, ugye? Igen. Csak ha megígéred, hogy megeszed a főzeléket. Á, a főzelék lányoknak való. Á. Persze. Maradj itt nálunk ebédre, Charlie. Ó, közd, de most nem lehet. Vissza kell mennem a városba. De van egy jobb ötletem, gyertek ti el hozzám a tengerparti nyaralomba, és ússzunk egy jót, a kölyök biztos élvezni fogja. Hát ez csodálatos ötletnek tűnik, ugye? Igen, drágám, klassz lesz. Oké, Paul, menj egy kicsit kijátszani, majd később kimegyek, jó? Jó. Jó legyél. Ó, itt a 4-1 kártyám. Ezen a címen könnyen megtalálsz. Dumálunk egy jót. Hé, Charlie elmegy. Oké, minden jó, Charlie. Gyertek majd. Vigyázz magadra. Azt akarod demesélni, hogy a gazdag nagybácsitól kaptad mindezt? Hé, pajtás! Nem csak ezt, de még az élelmiszervállalata elnökének is megtett. Ezért jöttem most ide Tájföldre, nagy kutya lettem. Jézusom, de örülök neked!
Mondd csak, honnan tudtad, hogy itt dolgozom Tájföldön? Hát, amikor megtudtam, hogy Douglas is itt dolgozik alkonzulként, nem vesztegettem az időt, hanem kapcsolatba léptünk. A többit kitalálod. Szóval Douglas köpött rólam, mi? A szemét. Hé! Hey. Így jó. Mit műveltek? Ti ott ketten. Mindjárt kimegyünk. Oké, hozok valami kaját. Várj! Én is jövök. Oké, még mire várunk? Indulás. Gyere, Paul! A központ. Douglas Andersont. Az amerikai követségről. Hé, csak könnyedén, haver. Lazíts. Douglas, hol vannak? Csak feküdj vissza. Pihenned kell. A francba! Azt mondd meg, hol vannak. Őket már nem lehet megtalálni, David. A tájrendőrség mindent felkutatott.
Akkor nem keresték elég alaposan. Nyugi! Ha elveszed a fejed, azzal nem jutsz sehová. Mi van Charlie-val? Jól van. Bevitték egy kórházba, de felépül. Iszonyú zúzódásai vannak. Azt hitték, hogy meghalt. Feltehetően a diplomáciai védelmednek lőttek. Már tudják, hogy titkos műveletekben veszel részt. De hát ki akar bántani téged? Csak a kommunisták? Beszélni akarok Charlie-val. Tudni akarom, hogy mi történt pontosan. Olyan hirtelen történt, haver. Hátulról kaptam az ütést és elájultam. De mindent megpróbáltam, David. Ezt tudom, Charlie. De azt nem értem, miért kétet és a kölyköt. Ez miattam történt, Charlie. Tudod, Charlie, David azért tartózkodik itt, hogy speciális kiképzést adjon a tájkommandóknak. Ez megfelel a Rulpsnak a haditengerészetnél. A mi segítségünkkel kapnak kiképzést. A követségi munkája csak fedés, hogy elkerüljük a bonyodalmakat. De leginkább a kommunisták akarnák ezt kiaknázni saját propaganda céljaikra. A tájkormány nagyon büszke az önálló hadseregére. És ezen oknál fogva az egész ügyet jó mélyen takargatják. Úgy tűnik, ez már senki előtt sem titok, hm? Várjon! A fiú is hasonló sorsra jutott. Egy golyójuk a két szeme között. Jézus Krisztus! Az ezért felelős személyek biztosan nem amatőrök. Még az indíték után nyomozunk, de ahogy megtudunk valamit, értesítjük magát. Köszönjük, Mr. Callahan. Gyere, David, menjünk. David, gyere. Bármi is jár a fejedben, én veled vagyok, David. Kösz, Charlie. Sam már vár engem. Gyertek! Gyertek!
Itt várjátok. Sam az a férfi, aki mindenről tud, ami Tájföldön történik. Hey. Jó pénzért. Hey. Gyere. Uraim! Bocsánatot kérek a durva bánásmódért, de különös ellenszenvet érzek a pisztolyok iránt. Üljenek le! Mi szél hozta erre magukat? Információt akarunk venni, Sam. Tisztességesen fizetünk érte. Ha meg tudunk egyezni, tudják, hogy mindent megteszek, uraim. Két héttel ezelőtt meggyilkoltak egy amerikai nőt és egy fiút. Azt szeretnénk tudni, ki a felelős. Ez egy igen különleges információ. Ennyi elég? Duplázza meg. És köthetünk üzletet. Bocs, haver. Előbb az információt. A férfi, aki ezért felelős, az El Kameleon. A legrettegettebb kommunista banda vezér az országban. Miért? Hogy meggyőzzék az amerikaiakat, nem jó dolog más ország ügyébe avatkozni. Nyílt titoknak számít, hogy a thai kormány felkérte Davidet egy kommunista ellenes egység felállítására. Ne legyenek meglepve. Nem lennék Sam, ha nem tudnék ezekről a dolgokról. Visszakapjuk a pisztolyokat? Odakint visszakapják ugyanattól, aki beengedte magukat. Menjünk. Jó volt üzletet kötni önökkel, uraim. Thank you.
Bennünket nem informáltak erről a kiképzésről. Mi a főparancsnokság utasításait követjük. Kaméleon és a terrorista csőcselékje. Az egész várost rettegésben tartották. De felfedeztük a rejtek helyét. És kifüstöltük az egész bandát. Most felrejtőzik a hegyekben. Az aranyháromszög mellett. És azt gyanítjuk, hogy az anyagi forrása is onnan származnak, kábítószerkereskedelemből. Micsoda seggfej? Megpróbáltatok már becserkészni őket? Néhányszor próbáltuk. De valahogy mindig kisúszott a kezünkből. Erről kapta a nevét. A kaméleont. Uram, elnézést kérek a zavarásért, de parancsot hoztunk Kelehen százados. Jöjjenek be! Köszönöm. Ez furcsa. Erről a kiképzési tervről nem kaptam értesítést. Talán összekevertek valakivel. Előfordul néha. Akár meg is tarthatom, hiszen itt vannak a fiúk. Szeretnék elmenni magával, százados. Felfrissítem a küzdőtechnikámat. Ó, persze, miért ne? Hé, ezek szerint Charlie meg én kimehetünk egy italra. Mit szólsz hozzá, Charlie? Miért mindig velem takarózol, te iszákos? Mi csoda, Pali. Gyerünk, nyomás! Kész csoda, hogy kiszabadultál abból a szörnyűségből. Szerencsés fickó vagy. Igen, nem hagyott el a jó szerencse. Csodálkoztam, miért nem találták meg a holttestedet. Biztos nem könnyű hadifogolynak lenni. Az akaraterő tartott életben, hogy katona vagyok. Tökös srác. Tudod, hogy értem, haver? De azért egy kicsit sem osztott össze. Mondjuk úgy, hogy azóta csak keményebb lett. Mutasd meg, mit tudsz, oké? Vigyázz! Tiszteleg! Pihenj, üljenek le! Először is szeretnék bocsánatot kérni a meglehetősen szokatlan megjelenésemért. De talán tudják, hogy ezt az edzőmérkőzést nem terveztem be, mert nem sokára itt van a fekete párduc karate mérkőzés. A mai nap a lábrugások művészetéről fogunk beszélni. Ezek után biztosan azt hiszik, hogy a rugás csak egy rugás. De ennél sokkal többet jelent. Egy jó rugás eldöntheti azt, hogy ki győz és ki veszít. Az egyszerű oldalrugással kezdjük. Mikor indítjuk a rugást, erősen be kell hajtanunk a lábat, mint egy acélrugót. Használják a csípőt maximális erővel. Csapjanak ki a lábbal a rugás végrehajtására, és húzzák vissza gyorsan. Lépjenek vissza és egyensúlyozzanak. Já! A magas stílusa jobb, mint a Thai box. Nem azért vagyok itt, hogy kiálljak magával, katona. Azért jöttem, hogy olyan technikákat tanítsak maguknak, amelyek megmentenének engem egy élethalál helyzetben. Magából dől a szar. Ez mit szól? Mit akarnak maguknál? Hopa be! Egy rossz mozdulatot se! Te egy senki vagy! Oh!
baj van. Igen. Nézzük utána. Megöljük. Hol van Vinai? Nem tudom. Jól van, mozgás! Gyorsan! Mozog, te rohadt! Tedd a lábad! Mozogj! Azt hiszem, valaki beépült az egységébe, Vinai. Igen, ez az El Camaleon egyre pofátlanabb. Igaz. Azt hiszem, ideje meglátogatnunk. Gyorsan, befelé! Na!
Mozgás! Na, mi a helyzet? Az összes katona berreket, uram. Gázd nekik! Meghalt. Mi a francot csinálsz? Ezt nem kellett volna. Éppen lőni akart. Azon kívül meggyilkolta a feleségét és a gyerekét. Akkor ezzel lezárhatjuk az egész ügyet, David. Ne csináld. Rávehetlek, hogy maradj és meg is érje neked. Nem, kösz, Charlie. Minél tovább maradok, annál jobban fáj. Szép darab. Vinai, gyere be! Mi szél hozott erre? Azért jöttem, hogy kivigyelek a repülőtérre. Ne csinálj gondot magadnak belőle. Egy barátnak. Ez nem jelent gondot. Csak örömet. Emellett... Te még az én felelősségem vagy, amíg el nem hagyod az országot. Hozd a cuccát. Gyere velem. Hé, hey, mi történik itt? Vinai jött meg. Kivisz minket a repülőtérre. Te velem jössz, David. Elnézést. Most én felelek a biztonságáért. Velem kell jönnie. Ez csak rohadt formalitás. Hé, nyugi, Charlie. A munkáját végzi. Bocsánat. Oké. Vinai, hiányozni fog ez az ország. Az embereim és én hálásak vagyunk azért az időért, amit ránk áldoztál.
A fekete párducok nem lesznek olyan jó formában, mint amilyet a te irányításoddal sikerült elérni. Köszönöm, Vinai. Szeretném, ha tudnád, milyen jól éreztem magam veletek. Az embereid nagyon nagyvonalúak voltak az együttműködésben. Örülök, hogy értékeled. Remélem, nem haragszol a kíváncsiságért, de úgy tűnik, hogy Charlie-hoz fűződő barátságod még háború előtti. Igen. Már a főiskolán jó barátok voltunk. Akkor biztos nagyon szereted. Ó, persze. Egy csomó mindent tanultam tőle az életről. Különösen a kemény realitásokról. Értem. De mi történt vele, miután különváltatok az utolsó akciótokon? Őt elfogták, és csak nemrég engedték szabadon. Különben lelövöm! Kelj fel! Miért? Indulj! Már 30 percet késtek. Vajon mi tartott ennyi ideig? Baj van. Szinte érzem. Maga Mr. Douglas Anderson? Igen. Hoztam önnek egy levelet, uram. A Cetlin azt írják, hogy egyedül menjek. Bocsáss meg, Douglas. Ez olyan rizikó, amit nem vállalok. Csak azt szabad tennem, amit mondanak nekem. Vagy sohasem látjuk viszont élve Charlie-t. Lehet, hogy téged sem látjuk viszont élve, ha nem engeded, hogy Vinai százada segítsen neked. Most ezt a rizikót vállalom Charlie érdekében. Douglas, neked hozták oda a levelet. Ez azt jelenti, hogy te is kell lesz nekik. Szóval kérlek, ne légy olyan bolond, hogy követsz engem. Ezek az emberek kommunisták. Nem lehet bízni bennük. Igen, Vinai, tudjuk. De sajnos nem hagytak választási lehetőséget. Megértem.
David Kellen most érkezett meg, uram. Vége. Jó van. Akkor riadó. Rajtuk ütünk. Vége. Köszönöm, hogy ideadta nekem is elolvasni a levelet. Ahogy maga mondta, ezekben az emberekben nem lehet megbízni. Gyerünk! Emlékszel rám? Nyisd ki, vagy belelövök abba a büdös szádba! Egyedül jött. Krebs százados! Hol van Charlie? Ne izgulj. A barátod biztonságban van. Akkor most vigyél hozzá. Te sohasem tanulsz, igaz? Vigyétek a helikopterre. Oké, haver. Hol van David? Már elkéstek. Helikopter! Menjünk! Ne kell egy kórházba. Meg fogok halni. Nem. Legalábbis, amíg meg nem mondta. Ki a felelős ezért az egészért? Az Isten szerelmére. Mindjárt elvérzek. Életben maradhat. A döntés a magáé. Oké, beszélek. Gyerünk, mire vársz?
Trenvenpu. Ki a franc ez a Trenvenpu? Várj egy percet. Én ismerem. Ha jól sejtem, ő volt az a férfi, akin rajta ütöttünk Donhainban, az utolsó akcióban. Kérem! Már elmondtam, amit tudtam. De miért csinált az egészet? Nem tudom. Bennünket csak azért fizettek, hogy kinyírjuk a családját. Megtámadjuk a küzdőtermet és elfogjuk Davidet. És csapdába csaljuk magukat Charlieért. Ha elfogjuk cserébe, megkaphassuk Davidet. A francba, hívjanak már mentőt! És mi van Kaméleonnal? Mi az ő része az egészben? Semmi! Ő csupán bábú volt. Bármit rákelhetsz a kommunistákra, ezt mindenki tudja. Őrség! Uram? Vigye ezt az embert kórházba. Igen, uram. Persze! Hogy nem jöttem eddig erre rá. Észak-Vietnám honvédelmi minisztere nem más, mint Trenvenpu. Ez viszont nagy probléma a számunkra. Nem léphetjük át a határainkat, anélkül, hogy nemzetközi botrányt okoznánk. Vizet. Adj már vizet a szemét. A szemét! Vizet kérek. Vizet. Charlie! Isten hozta Donghoiban Mr. Callahan, Mr. Murphy. 4 évvel ezelőtt, ha még emlékeznek, itt voltak. Csak más körülmények között. És teljesen más céllal. Azért jöttek, hogy bűnt kövessenek el, aminek az említése is szörnyű. Meggyilkoltak egy ártatlan gyermeket, akinek egyetlen hibája az volt, hogy szeretett volna az apjával maradni, mivel az apja katona volt. Mr. David Callahan, Észak-Vietnám népe nevében egy szemtanú vallomásának köszönhetően vádolom a kislányomnak, Mai Lin Fu-nak a meggyilkolásával. Most hogy védekezik Mr. Callahan? Bűnös vagy nem bűnös? Azt sem tudom, hogy miről beszél. Hazug! Ne akarja elhitetni velem, hogy nem tud semmiről. Valaki látta magát. Meglepődött Mr. Callahan. Ugye nem számított rá, hogy szörnyű bűnét megtudja valaki. Talán Mr. Murphy felfrissítheti az emlékezetét. Mr. Murphy,
Elmondaná, kérem, Mr. Callahannek, mit látott azon a szomorú napon? Mondja már! Utoljára kérdezem. Ki ölte meg a kislányomat? Őrmester? Baszd meg az anyád! Ki volt? David Keller. David! Ez mind a magáé. Vezessen el David Callahanhez. Én láttam. Apám! 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 Mr. Murphy! Nem hallom jól! Mindent láttam. Ő volt az. Ő volt az! Lelőtte a lányt! Ez hazugság! Nem is láttam a lányt, miután leugrottam a jeepről! Ne! Ne hordasson rá! Én láttam, hogy ő lőtte le! Mit hordasz itt össze, ember? Tudod, hogy nem is láttuk egymást, ez hazugság! Elrobbant a jeep! Hazugság! Én mindent láttam, ő volt az! Ő volt! És én igazán elhiszem, hogy a barátja igazat beszél. Miért is segített volna nekem felkutatni magát és Douglas-t? És segített eltervezni mindent, beleértve az ítélet végrehajtást a feleségén és a gyerekén. Ezért a munkáért mi őt gazdagon megjutalmaztuk. De a pénznek nincs jelentősége. Mert mindenkinek nagy árat kell fizetnie. Az igazságért! Oldozzák el! De... miért? Most meg kell küzdeniük egymással életre halálra. És aki győz, azé az igazság. Miért, Charlie? Ne. 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 Te szállt! Dobd el, Charlie!
Vempu! Én nem veszek részt tovább ebben az őrült játékban! Ölj meg, ha akarsz! Hallasz engem, Vempu? Elegem van ebből a baromságból! Essünk túl rajta! Én soha... soha nem szennyezném be a kezemet a barátom vérével! Gyere már! Ölj meg! Bocsáss meg nekem. Már vártam ezt a percet, David Callahan. Oh!
Magyar hangok. Csankó Zoltán, Felföldi László, Kautsky Armand, Gruber Hugo, Bor Zoltán. A szinkron a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készült. Forgalmazza a Moképp Videó kiadó.